megkezdődött a diákolimpiai, remélem menetelés lesz idén is, mert most már évek óta sikerül bejutnunk a körzetén túl a megyébe, mindkét korcsoporttal, ami ugye a diákolimpiában érdekelt. Harmadik és negyedik korcsoportról van szó, ez azt jelenti, hogy 5., 6., 7., 8. lányok, vagy másképpen lefordítva ugye a 2005-ös, 6-os születésűek a harmadik korcsoport, és a 2003-as, 4-es születésűek a negyedik korcsoport. Ebben van versenykiírás kézilabdában. A kezdeném akkor a harmadik korcsoporttal, ugye Kalocsán volt a körzeti döntő, ahol a Nemes Nádudvar és a Kalocsa csapatával mérkőztünk meg. Nemes Nádudvarral kezdtünk, úgy alakult a sorsolás, hogy a hármas tábla van, mi duplázunk, ugye ott valamelyik csapat duplázik, illetve kettő, a másik pedig nem. Most Nádudvaron úgy könnyebben túlléptünk, és utána a Kalocsa következett, ott már egy kicsit nehezebb falat volt, de utána hála Istennek összeállt a védekezésünk, onnantól kezdve már sikerült kézbe tartani a mérkőzést, és megnyerni azt is. Sajátossága a harmadik korcsoportnak, ugye, hogy mondtam, hogy 2005 és ugye a január 1-i születéstől lehet, 6-os, meg még akár 7-est is lehet nevezni. Most abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a 2005-ös játékosokból ki tudtunk állni, hiszen azért az nem titok, hogy a Bemiskola csapata ez, de nyilván a játékosok a női kézilabda egyesületbe edzenek, és hála Istennek annyi 2005-ös játékosunk van, 14 darab, hogy úgy gondoltuk, hogy nekik adunk játék lehetőséget, hogy mindenki átérezhesse, hogy milyen az, amikor a saját iskoláját képviseli a diákolimpiai megmérettetéseken, és akkor nem volt szükség alattelevő korosztályból is gyerekeket bevonni. Túljutva a körzetén jött a megyei döntő, ami úgy volt először, hogy Kiskumajsán lesz, de a kiskumajsi csapata ugye nem jutott be a megyei döntőbe, a Kiskunhalas, Kiskörös és Kecskemét, Szent Imre általános iskola, és akkor Kiskunhalasra került a torna. Ott nagyon szoros torna volt, hiszen az első mérkőzésen Kiskunhalassal játszottunk, 18-17-re kaptunk ki, utolsó 3 percben, vagy 5 percben már látszott, hogy ez egy gólos mérkőzés, és aki, tehát egy góla fog nyerni valamelyik csapat, mert nagyon szorosan mentünk. Utána pedig a Kecskemét játszott a Kiskunhalassal, és 20-20-as döntetlent értek el. Itt, hogyha itt is az utolsó percben egyenlített a Kiskunhalas. Itt, ha nyer a Kecskemét, akkor ugye körbeveréssel még bármi előfordult volna, de hát nyert a Kecskemét. Így eldőlt, hogy tulajdonképpen vagy a Kiskunhalas lesz az első, vagy ha a Kecskemét elver minket, akkor ő az első. Nekünk sikerült elvernünk a Kecskemét csapatát 17-16-ra, tehát ez is egy igen szoros mérkőzés volt. Hála Istennek azért úgy volt szoros mérkőzés, hogy mindenkit tudtunk játszatni, akit elvittünk, tehát tudtunk sokat cserélni, mindenkinek játék lehetőséget adtunk, és akkor úgy mindenki. Mert természetesen az is teljes jó csapattag, aki a úgymond tartalék, vagy a kispadon ül, de hát azért mégiscsak, főleg a gyerekeknél azért úgy tudja igazán átérezni, hogy mekkora súlya van az éremnek, hogyha aktívan részt is vett a játékba, és sikerült mindenkinek biztosítanunk. Megjegyezzem, hogy ugye a 2005-ös gyerekekkel ugye tavalyi végén foglalkoztam, idén viszont már a Cérna János és Fenyves Éva edző kollega foglalkozik velük, tehát tulajdonképpen ez az ő munkájukat dicséri. Én, mint az iskola testnevelő tanára, nyilván én viszem a csapatot, de ők a szakmai fejlődéssel, főleg az idei évtől ők a felelősek érte, mert tavalyi évig foglalkoztam csak velük. Áttérve a magasabb korcsoportra, a negyedik korcsoportban még csak a körzeti döntő volt meg, ott Kiskunhalasra utaztunk, ahol a Kiskunhalas csapatával, Kiskunhalasa csapatával, hazai csapattal és Kecel csapatával sorsoltak össze, velük kellett megmérkőzni. Ugyan szoros mérkőzéseket hoztak az ottani mérkőzések, de ebben nem voltunk érintettek, hál' Istennek elég egyértelműen sikerült megnyerni a mérkőzéseket. Rögtön a Halasnak visszavágtunk az előtte egy nappal a harmadik korcsoportos vereségére, mert 21-11-re sikerült elvenni a Kiskunhalas csapatát, nagyon meggyőző játékkal. Utána azt hiszem, hogy 16-4-re
vertük meg a Kiskunmal és a csapatát, és végül is a Kecelt is. Igaz, hogy a Kecel az már egy kicsit olyan birkózósabb, küzdelmesebb mérkőzés volt, ott is van azért, ott középen volt két nagyon erőteljes, ügyes lány, nagyon jó kapusuk volt, de ott is pontos eredményre emlékszem most, de egy 6-7 gólos győzelmet sikerült elérnünk. Itt jegyezném meg, hogy a megyei döntő április 6-án lesz, itt a Kiskörösön rendezzük, tehát akinek kedve van, ideengedés kedve van hozzá, az nyugodtan látogasson a csarnokba, és akkor reméljük, hogy sikerült is egy szép eredményt elérni a lányoknak. Itt akik részt vettek, lányok, ők a János csapatában vannak, illetve tehát az U13 és az Erdő csapatában, tehát őket Szérna János edzi, én voltam úgymond az iskola a részéről a kísérő. A harmadik korcsoport így lehetőséget kapott a második helyel tovább jutott, hogy előselejtezőn legyen részt, és így próbáljon az országos elődöntőbe bekerülni. A negyedik korcsoportos csapat pedig, hogyha a megyei döntőt, hogyha mennyire, akkor sikerül neki rögtön az országos elődöntőbe bejutni. Ugye tavalyi évben a negyedik korcsoportos csapatunk szintén országos elődöntőbe vett részt, az Kiskörösön volt az elődöntő, és ott másodikak lettünk. Azt hiszem, hogy a Dunaújvárosi Kohász csapatától, illetve annak a lányfiók csapatától kaptunk csak ki. Reméljük, hogy idén is hasonló sikereket sikerül elérni.